Szabadesésben van az európai gazdaság. Ezt idáig is lehetett sejteni. Csütörtökön azonban pontos adatokat is publikált az Eurostat, amelyek megerősítették, hogy az EU mély recesszió felé tart. Január és március között soha nem látott mértékben az eurózóna 3,8%-kal, míg az EU 27 tagállamának gazdasága 3,5%-kal zsugorodott. A német munkaügyi miniszter szerint ez fordulópont a német gazdaság szempontjából is. A koronavírus világjárvány miatt történelmi kihívás előtt állunk. Az egész globális gazdaság, ahogy a német gazdaság is, a legnagyobb gazdasági visszaeséssel néz szembe a II. Világháború óta, mondta Hubertus Heil. Ráadásul Európa gazdasága csak márciusban zárt be, vagyis az első negyedév végén. De már ez is elég volt ahhoz, hogy több ország recesszióba süllyedjen, miután már az előző év végét is mínuszban zárták. Az olasz gazdaság 4,7%-kal zsugorodott, Franciaország 5,8%-del, Spanyolország 5%-kal. A költségvetési előrejelzés előrevetít egy olyan lehetséges forgatókönyvet, amelyben a járvány tovább tart. Ez 10,6%-os GDP csökkenést jelentene 2020-ra, mondta az olasz miniszterelnök. Hogy melyik forgatókönyv valósul meg, az függ attól, hogyan reagál a járvány a korlátozások lazítására, és milyen hamar lehet újraindítani a gazdaságot. Az Európai Központi Bank által vázolt forgatókönyvek szerint az euróövezet GDP csökkenése 5 és 12% között lehet, mondta az LKB elnöke. Mindez a kijárási korlátozások időtartamától és a vállalkozások és a munkaerő gazdasági kárainak csökkentésére hivatott intézkedések sikerétől függ.